470 évvel ezelőtt alakult meg a Miskolci reformáció. A jubileumi évfordulóra hálaadó ünnepi istentisztelettel emlékeztek meg az avasi református templomban vasárnap. A csaknem fél évezredes jubileumon igét hirdetett Steinbach József püspök, a Magyar Református Egyház zsinati elnöke, és felavatták a templom emléktábláját is. Ma 2024-ben, amikor ezekre az évszámokra, ezekre a dátumokra emlékezünk, akkor munkálja Isten a mi szívünkben, hogy ezen a mai napon is értsük meg az ő életre mozdító igéjét. Hálaadó ünnepi istentisztelettel emlékeztek a Miskolci reformáció 470. évfordulójára az avasi református templomban vasárnap. A csaknem fél évezredes jubileumon Miskolc református gyülekezeteinek lelkipásztorai, más egyházi személyek és a hívek együtt vettek részt. A Miskolci Református Egyház község 1554-ben alakult. A jubileumi istentiszteleten elhangzott, csak nem 500 évvel ezelőtt Miskolc városának vezetői és egyházi hívei közösen döntöttek az akkor újnak számító protestáns vallás felvételéről. Az ünnepi istentiszteleten Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke prédikált. Az emlékezésben eleve ott van az Isten dicsérete, hiszen azzal az Isten dicsérjük, hogyha megemlékezünk azokról tisztelettel, hálaadással, akik előttünk jártak, mert nem velünk kezdődött az egyház. Ők voltak azok, akik szintén emlékeztek és emlékeztettek bennünket az evangéliumra, a feltámadott Jézus Krisztusra, és emlékeztettek minket erre a feladatra, hogy a mi feladatunk is Jézus Krisztus evangéliumának hirdetése. Az ige hirdetés után Hollósi András alpolgármester köszöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, az avasi templomban ugyanúgy otthon voltak a reformátusok és a katolikusok is. Számunkra fontos minden gyülekezet Miskolcon, mert különleges erővel képesek összetartani a miskolciakat. És itt vagyunk ezen a gyönyörű helyen, 470. évfordulót ünnepelvén. Bizony-bizony sok-sok évszázad, sok-sok kemény, dolgos munka, vérrel és verítékkel, de mindvégig imával és égre emelt tekintettel építkeztek, nem csak testben, hanem lélekben is. A jubileumi évforduló alkalmából emléktáblát avattak fel a templom bejáratánál. A műemléket a tervező Rudolf Mihály Kóskáról és Ébődíjas építész és a készítő Kovács István kőfaragó és kőrestaurátor mester leplezte le.